Vallomások címmel jelent meg Bródy János dokumentumfilmes portrévázlata. A másfél órás alkotásban több évtizedes munkásságának legsikeresebb dalai kapnak szerepet, kiegészülve a zeneszerző mai gondolataival. Bródy Jánossal beszélgetünk. Ebben az a nagyon jó, hogy amikor Jánost hívtam, akkor még nem is tudtam, hogy ez lesz ez a kiadvány. Úgyhogy most ez a kettő összekapcsolódik, hogy itt vagy és van egy kiadványod. Ma délelőtt volt a úgynevezett premier előtti sajtóvetítés, nem máshol, mint a Hard Rock Hotelban. Hard Rock Café, ugye az volt az igazán klasszikus hajdanában. De azt hiszem, hogy ez is a hálózat tagja, mert kértek tőlem rekviziteket, és ott van a kabátom kirakva alul, meg hasonló zenész rekvizit, hangszerek, meg mindenféle. Vallomások ennek a címe, van még olyan, amit nem mondtál el, és úgy kikívánkozik belőled? És ezt most azért kérdezem, mert annyi verset írtál, ami dal lett alapvetően, annyit meséltél különböző dolgokról az életedből. Jönnek még fel olyan mondatok, amiket még nem mondtál el, és hát egy ilyen kiadványban például van helye? Mindig vannak olyan mondatok, de amit mondta, szóval nem kívánkozik ki belőlem annyira, de hát mindig van. Ez is úgy történt, hogy a menedzserem, Mentler Krisztina, és a kiváló filmrendező Surányi András szövetkezett arra, hogy rávettek engem erre, hogy 34 dalról, hogy körülbelül mondjam el a keletkezés történetét, hogy történt, milyen érzelmek vagy gondolatok alapján írtam, milyen körülmények között, és aztán beszéltem órákig, és ők kiválogatták azokat a mondatokat, amiket érdemes oda tenni a dalok mellé, és így született meg ez a kis DVD portréfilm. Amikor a Facebookra kiírtam, hogy jössz ma este, ugye az előzetese az Egyenes beszédnek, akkor nagyon sokan írták, hogy jaj, de jó, mert hogy nagyon aggódtak. Ugye a betegségnek talán mindig erősebb a híre, mint a gyógyulásnak. A rossz hírekre jobban hát felkapjuk a fejében. Nagyon kellemetlen, hogy úgy mondjam, nagyon kellemetlen és eltitkolhatatlan helyen volt ez a betegség. De mindenkinek köszönöm, aki aggódott értem, és ha az a kamera vesz, akkor most megmutatom magamat, és így nézek ki. És ez köszönhető dr. Koltai Lászlónak, aki úgy mesterkedett rajtam egyébként 7 műtét után, hogy szerintem alig látható a nyoma. Én itt nem is látom. Akkor... És azt gondolom, akkor a nézők vagy egy szemüvekkel neked, vagy... Ugye? Vagy elég távol. Mennyire ijedtél meg, ha már ebbe belevágunk? Mert hogy ezek azért, amikor azt mondják az emberek, hogy rossz indulatú. Igen. Az mindig ijesztő. Az nagyon, igen, az rossz. Volt egy pár rossz napom, talán hetem is, de aztán kiderült, hogy végül is gyógyítható, eltávolítható, megoldható. Inkább csak attól féltem, hogy olyan maradandó károsodást okoz bennem, hogy a színpadra nem tudok jó szívvel föllépni. Az, hogy van egy kitűzött dátum, hogy neked színpadra kell menni, nem is akárhol, egy arénában, ugye novemberben lesz egy nagy budapesti koncerted, az egy ilyen gyógyulási helyzetben, tehát műtenek gyógyulok, mikor lesz ennek vége? Segít? Nagyon. Tehát adott egy célt, dátum szerint célt? Természetes, tudtam, hogy össze kell szedni magam és rendbe kell hozni, de hát persze volt olyan, csak akkor véglegesítettük ezt a dátumot, amikor már biztos voltam abban, hogy újra színpadképes leszek. Megírod, hogy mi történt veled az elmúlt majd egy évben? Nem. Már úgy érted, hogy dalban. Uh-huh. Hát nézd, én dalokban már nagyon sok mindent megírtam, és azt gondolom, hogy úgy a mindenkori lelki állapotom, talán még fizikai állapotom, de különösen a világhelyzet mindig beleszivárog. Valahogy úgy benne van a dalokban. De őszintén szólva mostanában nincs sok kedvem új dalokat írni. Ez nem hangzik túl jól. A világhelyzet miatt? Voltak éppen te ezt megírtad, hogy mi vár ránk? Hát, néha afféle előrelátással gyanúsítanak. Rosszak az előérzeteim, igen. Azt gondolom, hogy eléggé a szakadék szélén táncolunk.
és nagyon, nagyon zűrzavaros a világ, és néha egyébként még magam is úgy érzem, mint hogyha én lennék a vasórubában, a mágneses viharban, mert nem tudom, hogy kinek higgyek, és csak valami belső ösztön sugallja azt, amit úgy mondanék, hogy mindig is hittem abban, hogy a megosztott hálózatok jobban működnek, mint a centralizáltak. Ami végül is azt jelenti, hogy a demokráciák általában erősebbek, és le tudták győzni a diktatúrák fenyegetéseit. Csak hogy most pont a demokráciák azok, amik láthatóan csomó helyen bajban vannak. Én nem látom, hogy olyan nagyon nagy bajban lennének. Én úgy gondolom, hogy a demokratikus társadalmak képesek összefogni és együttműködni, a diktatórikus társadalmak meg nem. Hát vagy a célok, azok egész mások, és az nagyon nem mindegy. Na jó, amit 2020-ban megírtál, az utolsó albumod volt. Hogy gáz van. Így van, hogy gáz pedig van. Akkor még volt gáz. Abban nem csak az van, hogy van gáz, vagy nincs gáz, hanem abban az is benne van, hogy voltak éppen azért bízni is lehet. Van egy szöveget, hány évig kell még várni rá, én nem tudom. Folytatod? Hát igen. Én mondhatom. Ahogy csak álmodom, hogy eljön majd a nap, amikor mind felébredünk. És annyi? Annyi rút viszály után. Ha élünk? Ha élünk. Testvérek leszünk. Ezt feladtad? Ezt nem adtam fel. Ezt nem adtam fel, ezt a reményt, és a nagyon régi óta, mondhatnám, hogy eszmélkedésem óta azt gondolom, hogy van egy olyan vonulata az emberi civilizációnak, amelyik végül is a mi korunkban a második világháború szörnyű tragédiái és borzalmai után a nemzetek megegyezésével létrejött Egyesült Nemzetek Szervezetének az alapokmánya is tartalmazza. Ez az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amely megfogalmazása szerint egy olyan eszmény, amit minden népnek és minden nemzetnek követnie kéne. És ez azért jött létre, hogy elkerülje az újabb háborúkat. Ezért én úgy gondolom, hogy tudom, hogy nem vagyunk tökéletesek, de ahogy az első bekezdés mondja, minden ember szabadnak született, egyenlő méltósága és joga van. Az emberek ésszel és lelkiismerettel bírván egymás iránt testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek. Ez egy nagyon fontos alapvetés, és erre kell törekednie minden népnek és minden nemzetnek, és én azt gondolom, hogy ezt az alapelvet sose éreztem, hogy fel kéne adnom, vagy el kéne távolodnom tőle, és nagyon nem rokonszenvesek számomra azok a hatalmi rendszerek, amelyek ezt nem tartják fontosnak. Egyébként ezt minden nemzet aláírta, az 193 nemzete elfogadta. Törekednie kéne erre, hogy elkerüljük a háborúkat. Amikor azt mondod, hogy rosszat vársz, nem vagy optimista, akkor, és készülsz egy ilyen koncertre, ami minden alkalommal úgy néz a közönség óhatatlanul, hogy egy összegzést vár, tehát hogy az illés dologtól a gázvanig minden legyen. Hogy rakod össze? Hát most tulajdonképpen így, hogy körülbelül eszenciáját adja ennek a majdnem 60 éves pályafutása. Hát annak hogy lehet? Hát irgalmatlan életmű. Tehát csak az saját albumaid, a szóló albumaid számát, ha nézzük. Hát egy aréna koncertben nem fér be több 24-25 dalnál, de igyekeztem úgy válogatni, hogy benne legyen minden olyan dal, amit a közönség kihagyhatatlannak ítél, és legyen benne néhány olyan, amit én nem szeretnék kihagyni. És üzensz is velük? Üzensz azzal az összeállítással azt, amiről beszélünk, arról üzensz valamit? Egy ilyen koncerten? Egy koncert az valójában egy nagyon erős fellépés. Mondhatnám, hogy erős cselekvés, demonstráció, és az igaz, hogy amíg a gondolat általában hajlamos a pesszimizmusra, a cselekvés, a tett az mindig optimizmus sugal. Tehát a koncertnek
az az üzenete, hogy valahogy mindig lesz, és ezt is túl fogjuk élni. Mikor írtál utoljára? Azt mondod, hogy mostanában nincs kedved. Az utolsó dal, amit írtam, annak Mariana Árok a címe. És egyébként ez a dal keretezi ezt a DVD portréfilmet, és tulajdonképpen ennek a jegyében készült el. Meg hát annak a régi mondásnak a jegyében, hogy a hatalom szeretete nem a szeretet hatalma. Ez egy bölcs mondás. Azt mondtad a híradóban az én kolléganőmnek, hogy a generáció, aminek a képviselője vagy, az nem egy olyan szerencsés generáció, mint amilyen szerencsés te magad vagy. Hát, igen. Ez milyen generáció? Ezt hogy tudnád leírni így 2022-ben? Hát ezt szokták a nagy generáció. Hát igen, de hát ha nem szerencsés az a generáció, ha kudarcos a generáció. Nem lett szerencsés, mert a legszebb éveiben nem volt lehetősége a cselekvésre. Mire eljött az ideje, addigra már jöttek az új generációk. Ráadásul nagyon sokáig kellett várni arra, hogy a reményeink valóra váljanak. És amikor valóra váltak, akkor a reménytelen szerelemből gyakran kibontakozott a beteljesült csalódás. Az apám ugye az matematikai közgazdászként sokat foglalkozott a gazdasági ciklusokkal, és élete vége felé megosztotta velem azt a gyanúját, hogy a társadalmi életben is léteznek ilyen ciklusok, és hát én sok tekintetben úgy érzem, hogy bizonyos jelenségek most újra visszatértek, olyanok, amelyektől azt hittük már, hogy végleg megszabadultunk. De jó, hogy itt voltál, örülök neked. És köszönöm. Hallgassanak Bródy Jánost, olvassanak is, mert azt is lehetett, ebből könyv is van már, a Bródy művekből. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm a figyelmüket. Lesz ám még műsor itt az ATV-ben, amire érdemes figyelni. Fel is hívjuk rá a figyelmet a műsorvezető Lampi Ági, és itt van, ha minden igaz, már látlak is, Ági. Szervusz! Szervusz, Ági, jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát mi arról fogunk beszélgetni, hogy Brüsszelben ugye kétnapos csúcs találkozót tartanak az európai állam és kormányfők. Az egyik fő téma természetesen az energiaellátás és a tervezett gázásapka. Orbán Viktor egyébként már a helyszínen van, és a Facebook oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, hogy a brüsszeli javaslatok szöges ellentétben állnak a magyar nemzeti érdekekkel. Szerencsére nem vagyunk egyedül, és állni fogjuk a sarat, így fogalmazott. Közben Karácsony Gergely azt posztolta, hogy az olcsó orosz gáz csak egy újabb fideszes mítosz, mert hogy Bulgária fővárosában, Szófiában a novemberi piaci gázár 350 forint per köbméter, a magyar kormány ezt 1500 forint per köbméteres áron kötötte le a budapesti távfűtés részére. Hol van az orosz olcsó gáz? Sehol. Ezt posztolta tehát Karácsony Gergely, hogy ez tényleg így van-e, ennek is utána járunk a vendégekkel, Mesterházi Attilával, Kaiser Ferenccel és Gyarmati Istvánnal, úgyhogy izgalmas lesz a műsor, és várom a nézőket. Köszönjük az ajánlatot, Ági, figyelünk a műsorra, és remélem holnap este meg én is számíthatok az önök figyelmére, megint lesz egyenes beszéd, és itt leszek én is, remélem önök is ott. Minden jót, viszontlátásra!